Hello! Sziasztok! Hello! Sziasztok! Hogy hívnak? Szia! Macsinga Szandra. Bocsáss meg, a mikrofonba beszélj, kérlek szépen. Macsinga Szandra. Szandra. És hány éves vagy, Szandra? 25. És mivel foglalkozol, Szandra? Hát most jelenleg gyereket nevelek. Nagyon helyes, az egy nagyon szép feladat. Mekkora? 5 éves. Hogy hívják a gyermekedet? Jancsika. Jancsika, de szép név, nagyon szép név. Tényleg én a Jancsikát nagyon szeretem. És mióta énekelsz, Szandra? Hát így magamnak szoktam énekelni. Jancsikának nem szoktál? Hát neki is szoktam. De ő inkább azt szereti, hogyha egy kicsit hangosabban éneklünk. És te halkan szeretsz? Hát kicsit érdekes, hogy azt szereti, hogy egy kicsit úgy kiabáljak vele. Kiabálva énekelsz a gyerekkel, vagy hogy érted ezt? Hát igen, de ő ezt szereti. Ő nem szereti ezt a cicáskodós dolgot. Ő na, azt hogy érted? Szereti, mi az, hogy kiabálva én? Metál? Metál? Jancsika odáll eléd, és azt mondta, hogy üvölts velem, anya? Vagy ezt hogy képzeljük? Hey, Jancsika! Jancsika! Mi? Igen. Amúgy igen, igen. Tényleg? Tényleg? Nem, ez tényleg igaz, igen. Igen. Én elhiszem neked. Magány gyerek. Ő ezt szereti. És csak mutass egy kis pici részletet, hogy akkor Jancsika hogy szereti ezt, hogyha énekelsz neki? Csak egy kicsi részletet. Most átszellemülök. Anya, üvölts velem! No, man in time! Ezt szoktad Jancsikának? Komolyan ő ezt szereti. Nevet, olyankor nevet, mi? Tetszik neki, igen, hogy tetszik. Darabkós gyerek akkor. Most miből idéztél? Ez melyik dal volt? Ezt pont a One Man in Time, Whitney Houston. Ja, mert azt hittem az Oroszlán király volt, csak a kicsit meglepett. És milyen zenéket szeretsz egyébként? Ezek szerint Whitney Houston például. Hát most már inkább átértem a Michael Jacksonra, az talán az én hangomra fekszik. És most Michael Jacksont hoztál nekünk, Szandra? Nem, Whitney Houston, One Man in Time. Abban hallottuk a részletet. Hát szerintem akkor hallgassuk meg a Whitney Houston dalt, a One Woman Inside. Azt mi szeretjük nagyon, mehet. Köszönöm. Igen, nagy dologba vágtam a felszémet, mert most Whitney Houstontól fogok majd énekelni, és ő igen egy nagy opera énekesnő, és nagyon-nagyon nehéz őt követni. Hogyha nem vagyok fáradt, és minden okés, és minden topon van, akkor tökéletes, mert már otthon nagyon sokat gyakoroltam ezt a számot, ezt a One Woman Inside-ot. Figyelj, a Jancsika már 5 éves, ugye? Igen. Szerintem azért szereti, mikor mérgesen énekelsz, mert akkor legalább az nem éneklés. Tudod, akkor csak megijed vagy röhög rajta. De ha ezt csinálod, egy több kotlamégezést kap. Neki ez annyira nem tetszik, ő azt szereti egy kicsit. Nagyon jó, Jancsika, ha ez neki ez annyira nem tetszik. Szuper, a fiad, szuper. Közben az jutott eszembe, hogy elég érdekesen hangzik ez a dal albán nyelven is. Szerintem angol. Nem te is tudod amúgy. Tudod, mit tetszett még nagyon? A végén a póz. Hogy látod, hogy itt már mindenki kész van a hangodtól, te ilyesed is.
azért kinézt és azért elmosolyogtad magad. Tudtad azért te is. És nekem mosolygott, én voltam a neked, igen, neked. Jól esett, mert nagyon tapsoltál, neked nagyon tetszett. Nekem a végén a póz tetszett. Szavazzunk? Aha. Vagy szeretnél még valamit hozzáfőzni, Alex? Hát ez, azt látom rajta, hogy picit olyan riadtan néz, és valószínűleg nem tudja, vagy nem érti, vagy, nem mondjuk ki neki, hogy... De ki mondtuk neki? Most ebből most mit vettél le ebből, amit most így mondtunk neked? Szerintem csak őszintén megmondtátok, hogy ereszem ki a hangom. Te így értetted, drágám. Hát én mondom. Ki kell mondanunk? Én azt akartuk neked őszintén elmondani. Csak nem akartunk. Hogyha a gyerekkel játszol, és mondod neki, hogy... vagy ilyeneket csinálsz nekem, szokta. Az jó, mert a gyerek röhög, érted, az jó, a gyerekkel játszani kell. De amikor énekelni akarsz, akkor azt felejtsd el. Jó, ne énekelj, mert pusztító. Értem. Nagyon hamis, nagyon. Amúgy szerintem eddig, amit itt hallottam, a leghamisabb volt. A legjobban nagyon. Hangon kívüli éneklés. Igen, és kitartottad bizalommal, büszkén, stílusosan kitartottad a full hamis Candace hangokat. Érzelek. Érted? De ettől amúgy még kedves voltál, meg minden. Tehát azért mondjuk neked ilyen kedvesen. És azért mondjuk az előbb ilyen viccesen, hogy hát, ha megérted, de nem értetted meg, úgyhogy akkor így most még egyszer elmondjuk. És üdvözöljük a fiadat, és neki köszönöm. Nagyon jó hallása van szerintem, mert nem tetszik neki ez. Hát amúgy igen, tényleg érdekes, de valamikor meg tetszik neki amúgy. De attól függ amúgy, mit éneklek, mert ha Michael Jackson-t éneklek, akkor mindjárt ő is táncol. Na, legalább, mert arra tud táncolni legalább. De amúgy ebben neki is igaza van, mert amúgy ez egy kicsit vontató szám, tehát most egy 5 éves kisgyerek nem erre fog táncolni. Jó, hát akkor szavazzunk szerintem. Laci, szerintem tedd egyértelművé, mit mondtál az előbb? A szavazatom nem. 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 Köszönöm szépen. Köszönöm. Más oldal. Más felesziben nagyon-nagyon csalódtam.